Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Mi van vele? Így hívom ezt a jóslást. Ez a jóslás tőlem származik, én készítettem ezt így el, az asztrológia szerint. Tehát a Hold, a Nap, Merkur, Vénusz, Mars, Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, Neptun és Plutó, ezekkel a jegyekkel így van elkészítve, és minden lap vagy minden hely itt mutat valami mást. Tehát nagyon érdekes ez a jóslás. És ezt a kérdést feltehetitek mindenki számára. Tehát mi van a szerelmetekkel, mi van a gyermekeitekkel, mi van a kolléganővel vagy barátnővel. Tehát mindenkire megkérdezhetjük, mi van vele. Vagy ha magatokról van szó, akkor azt is megnézhetjük, hogy mi van most a saját életemben. Általános jóslás, akire mindenkire vonatkozhat, ha ti úgy érzitek, hogy ez tükröz számotokra valamit. Természetesen megvan arra a lehetőség, hogy ti megrendeljétek ezt a jóslást számotokra, vagy valaki másra, mi van vele. A díjam 3500 forint, asztrológia kiegészítéssel, vagy a mi asztrológiánk szerint, vagy pedig az indiai asztrológia szerint a díjam 8500 forint. Ehhez kaptok név nélkül egy videót. Amennyiben elkészült a videó, megkapjátok hozzá a linket egy más néven. Vagy ti választotok egy nevet, vagy, ha gondoljátok, akkor kaptok tőlem egy mediális úton kapott nevet. És most kezdem a jóslást. Mint mondtam, ez a jóslás tőlem származik. Itt középen van egy kör. Ennek van egy fontossága, mert ez tükrözi a belsőnket, a gondolatainkat és az érzelmeinket. És pontosan ebből adódik a kisugárzás. És ez a kisugárzás egy energiai mező, ami bennünket körülvesz. Ez mindig változik attól függően, hogy változnak a gondolataink és érzelmeink. Ennek az energiának van egy hatása, mert pontosan az, amit mi kisugárzunk, az, ami elvárható, mert pontosan az vár ránk. Van itt egy összefüggés. Most gondolkodjatok el azon, hogy ki az a személy, akiről tudni szeretnétek, mi van vele, mi újság nála. Először megnézzük az érzelmeit. Ez a torony az annyit jelent, hogy szorítva érzi magát. Vagy pedig azt, hogy szeretne valamit megnagyobbítani. Vagy megvan az a belső ereje, hogy elér valamit, és ezek a nagy célokat mutatja. Az is lehet, hogy ez a nagyság azt szimbolizálja, hogy az illető beképzelt és nagyobbnak tartja magát, mint amilyen. Tehát mások másképp látják őt, mint ahogy ő saját magáról vélekedik. A következő kép még mindig az ő belső területén van, mutatja a gondolatait. Ez a ház szimbolizálja
azt, hogy valami legyen a háttérben, ami neki biztonság érzetet ad. Vagy az anyagi biztonság, vagy az érzelmek. Én inkább az érzelmeket mondanám, mert ezen a képen itt megjelenik ez a kettő kehely, ami érzelmekre utal, egy párkapcsolatra. És a ház a háttérben mutathatja azt is, hogy összeköltöztök, vagy szeretne megházasodni. Azon kívül jelenthet szerződéseket is ez a kép, és itt a ház vagy egy lakás áll a középpontban. És most lépjünk tovább. Mi a kapcsolat kettőtök között? Ezt mutatja ez a kép. Itt ez a kehely szintén az érzelmekre utal, tehát van köztetek szeretet, de még nem jutottatok el addig, hogy ezt nyíltan kimondjátok, mert ez a híd arra utal, hogy valami le lett zárva, de még nem jutottatok el odáig, amit elérni szeretnétek. Mert ez a híd egy átmeneti időszakot jelképez. Nagyon érdekes ez a kártya, mert ez kihat a szerelemre, és ezek az ő gondolatai, vágyai, titkos vágyai és álmai reményei. Itt ezek a kelyhek mutatják az ő érzelmi világát, és visszatekint a múltba, emlékezik valamire. Megvan arra az ereje, hogy lépéseket tegyen, mutatja ez a kártya, a tűz elemét. És a tűz az mutat bátorságot, és egy utat, amit ő most kiválaszt. És ez irányba teszi a lépéseit. És ez az út. Ez lehet egy új út is, ez őt nagyon lelkesíti. Amiben neki szerencséje van, ez a vonzalom. Lehet, hogy ti álltok itt a középpontban, és megvan köztetek a szerelem és ez a vonzalom, de a kártyáknak van szimbolikus jelentése is, jelentheti azt, hogy neki megvan ez a fellépése. Ez a kép mutat egy kisugárzást, ami olyan titokzatos, mondhatnám misztikus. Tehát ez a kisugárzás, vagy ti, ez a vonzalom szerencsét hoz neki. De van valami, amit ő meg kell, hogy tanuljon. És mi a fontos most a jelen pillanatban, amit meg kell, hogy nézzen, mert nem tudja ezt kikerülni, ezt pontosan ez a kép mutatja. Az ő érzelmei állnak a középpontban. A négyes szám arra utal, hogy neki biztonságra van szüksége. Nem csak anyagilag, hanem a szerelem területén is. És kell, hogy ezt ő felépítse. De viszont itt kell, hogy tanuljon valamit, mégpedig azt, hogy nyitottan beszéljen az érzelmeiről, és ha ő veletek találkozni szeretne, azt ő kimondja. És ne tőletek várja el ezt a biztonságot, hanem neki is tenni kell érdekében valamit. Milyen változások lesznek, ezt mutatja ez a kép, és ez lehet egy utazás, vagy egy költözés. Ami számára most nagyon-nagyon fontos, ha valamit és meg akar változtatni ez az életében, egy új úton járni, vagy ne adja lesz fel itt egy nagyobb változás, és ez volt a közeljövőben,
kell van, hogy óvatos legyen. Vigyázva, óvatosan tegye a lépéseit, annak ellenére, hogy őt ez az út, ez a változás nagyon boldoggá tesz, lelkesíti őt, ezt mutatja itt a tűz eleme. A belső erejét a hold energiája mutatja. Mutatja az érzelmi világát. Tehát elsőként az lenne fontos, hogy számára világos legyen az, hogy ő miről álmodozik, mik a tervei, és mindez megvalósítható. És ha ez sikerül, akkor bízzon abban, hogy ezt ő el is éri, és ne adja fel a céljait, a reményeit. És ez volt a Mi van vele jóslás. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!